minden remény megvan arra, hogy valamikor június folyamán legalább a tárgyások el tudjanak kezdődni. Én azt teljesen reálisnak tartom, én magam is az első április 25-e utáni első nyilatkozatokban erről beszéltem, amit most Varga Mihály államtitkár úr több nyilvános megszólalásban említett, az őszi megállapodás az a reális időpont. Most, amikor elindulnak a tárgyalások, reményeink szerint minél hamarabb, akkor egyértelműen megint jelezhetem, hogy ha már elindultak konkrétan a tárgyalások, akkor pláne nincsen török kártyáról, nem is lehet török kártyáról szó. A mostani 1,5%-os gazdasági visszaesés az első negyed évben az azért is jelentős, mert Németországban éppen 1,7%-os gazdasági növekedés volt éves viszonyban számítva, ugye egy negyed évre csak 0,5%, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez a világgazdaságnak a következménye, hanem ez a saját magyar gazdaságunknak az eredmény. Ha feltételezzük, hogy azt az 500 milliárdot mindenáron el kellett költeni, nem kellett volna ilyen ütemezéssel, de ha feltételezzük, hogy mindenáron el kellett költeni, akkor azt nem egy behatárolt társadalmi léteg jövedelmi viszonyainak azonnali és radikális javítására kellett volna költeni, hanem arra, hogy a belső vállalati szektor erősödjön, a kínálati, a vállalkozási feltételek javuljanak. Nyilvánvalóan a kiszámíthatóságot olyan mértékben csökkenti, hogy a befektetőknél mondjuk hiába vittük le a társasági adót, ami elvileg befektető vonzó lehet. Önmagában az adórendszer hektikus és érdemi változtat, folyamatos változtatása az biztos, hogy tőkemozó képességet csökkenti. Az SZJA-ba mondjuk az átlag kereset alatt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy nőtt egyértelműen az adóik Magyarországon az elmúlt időszakban. Ugye egyrészt az alacsony jövedelműeknél bejött az SZJA, illetve az egyéni járulék növekedés. Azt lássuk be, hogy az előző időszakban, amikor még volt 4-5%-os gazdasági növekedés, foglalkoztatás nem nőtt. Így elszalasztotta Magyarország azt a történelmi pillanatot, egy évtizedet, amikor meg lehetett volna erősíteni a középvállalkozásokat, hogy azok teremtsenek munkahelyeket. A bankok ellen meghirdetett népszerű háború már rövid távon is recesszióba tolta ismét a magyar gazdaságot. Szeretnék világossá tenni valamit, mert nagyon sok szó esik ma az IMF-ről, tőle várva a megoldást. Az IMF nem megoldás. Az IMF haladék, második esély. Második esély arra, hogy a korábbi hibákat legyen időnk kijavítani. A megoldás az mindig a mindenkori kormány kezében van.